A bajnokságban minden mérkőzését megnyerte eddig a Hübner Nyíregyháza BS, a férfi kosarasok kedden este a Honvédot fogadták a Continental Arénában, és magabiztosan nyertek ezúttal is 178 arányban. A cápáknál Mohácsi Máté volt a legponterősebb játékos, az első két negyedben 21 pontot szerzett, és végül 29-el zárt. Az együttes a HEB kupában is győzött a napokban, így egy újabb lépést tett a döntő felé. A finálénak szeretne Nyíregyháza a házigazdája lenni. Nem tudok, szeretnénk megrendezni a HEB kupát, hogyha lehetséges. Nyilván a szövetség majd eldönti, mert ugye régebben úgy volt, hogy az A csoport és a B csoport magyar kupa egy időpontban volt, egy helyszínen. Tavalytól pedig már szétszették, és külön időpontban is volt, és külön helyszínen is, úgyhogy mi szeretnénk ezt megrendezni. Én bízom benne, hogy ott leszünk a döntőben. Az elmúlt években többször is érmes volt a HEB kupában a Hübner Nyíregyháza BS, idén pedig szeretne a dobogó legmagasabb fokára állni. A bajnoki menetrend nagyon sűrű lesz a következő időszakban. Október 31-én a Veszprém vendége lesz a gárda, novemberben pedig a Miskolc, a Vasas, a BKG Prima Akadémia és az NK a Pécs ellen játszanak a mieink az NB1B-ben, azaz két élcsapattal is találkozik a Nyíregyháza.